Cavity Hire egy spin-off, illetve egy startup vállalkozás egyben. Alapvetően nyomásmérő szenzorokat állítunk elő, illetve a rendszer része egy adatgyűjtő egység, illetve saját fejlesztésű szoftver is. Erre a termékre elsősorban olyan vállalatoknak van szüksége, akik precíziós termékeket állítanak elő, és nem megengedhető egyetlen selejtes termék kiszállítása sem, ebben segít a mi rendszerünk. Alapvetően a rendezvény nagyon sikeresnek mondható, az alapos előkészületeknek köszönhetően érkeztek kis, közép és nagy vállalatoktól egyaránt. Július 1-én kezdtük a tevékenységünket, havi újságról beszélünk. A Műanyagipari Szövetség gondozásában jelenik meg ez a lap. Szól az alapanyaggyártásról, forgalmazásról, a feldolgozóiparról, periféria berendezések értékesítéséről és a hulladék újrahasznosításáról is. Nagyon jó volt ez a két nap, úgy gondolom. Amit én a fanúgépekről tudok, az elektronikus fröccsötnőgépekről és a robottechnikai berendezésekről, azt gondolom, hogy ezekre a profizmusra jellemző, és ugyanez a profizmus volt jellemző a tegnapi és a mai napra is, hiszen ha egy szakembernek így bármelyik berendezés megtetszett, minden információt megtudott, de nem csak a berendezésről, hanem a pályázati lehetőségekről, a finanszírozási lehetőségekről, tehát akár úgy is kimehetett az ajtón, hogy egy gépet itt megvásárolhatott. Ez az első ilyen kiállítás Magyarországon, mivel korábban a fanuk nem volt elérhető. Korábban ilyen műanyagipari fröccsöntőgépeket csak Németországból lehetett venni, és az idei évtől elérhető ez Magyarországon, így ebből az alkalomból megcsináltuk ezt az első ilyen rendezvényt. A jövőben szeretnénk majd tartani ilyen rendezvényt minden egyes évben, főként olyan partnerek jöttek el, akik érdeklődnek a gép iránt. Az elsődleges cél az volt, hogy bemutassuk a gépet, hogy a gép mit tud, hogy működik, a kezelőfelület milyen, meg természetesen, hogy bemutassunk egy-két robotot és más fanúgépeket. Nagy az érdeklődés, ennek nagyon örülök. Cégünk a Best of Kft. Technomágnes olasz mágneset gyorszerszámára felfogható rendszereknek a magyarországi képviselete, forgalmazója, szerviz hátterét biztosítjuk. Már 15 éve forgalmazunk nagyjából autóipari multiknak, beszállítói vagyunk többek között a Mercedesnek, az Audinak, mágnesasztalok területén, illetve ezen a kiállításon a Prestek Grip nevű mágneset gyorszerszámára felfogható rendszerünkkel vagyunk jelen, és számunkra minden bizonnyal gyümölcsöző lesz a további együttműködés ebből a két napból. Amivel itt szereplünk, az két dolog. Egyrészt a gépen látható szárítóberendezés, és a gép mellett található vízhűtéses hűtőberendezés. Ezeket állítottuk ki, és tegnap reggel óta segítenek a fanúgép hibátlan működésében. Nagyon érdekes volt, kellemes volt itt lenni, szép a környezet. A kiállítóterem is nagyon színvonalas, és sok látogató volt. Üzleti szempontból fontos, hogy új arcok is jöttek, új cégeket ismertünk meg. Mi fixdi nélküli sikerdíjas pályázatírással foglalkozunk, és fontosnak tartjuk, hogy a műanyagipari szereplők teljesen képben legyenek a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan. Nagyon jónak értékelem az elmúlt két napot, sok érdeklődő volt, nagyon sok cég nyitott újabb beruházások iránt, és fontosnak tartjuk, hogy mindig naprakész információ legyen, akár az értékesítés, akár a vállalatvezetők részére a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan. Az október 15-16-ai rendezvényen is részt veszünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fémipari szereplők kérdéseire is tudjunk választ adni. A műanyagipar és a fémipar is egy kiemelt iparága az intézetünk részére, és szeretnénk tájékoztatni a jelentkezőket, az érdeklődőket. A Fanuc In-House Show ebben a formájában először került megrendezésre, hiszen olyan izgalmas vendégkiállítókat hívtunk meg, akik egy teljes műanyagipari automatizált megoldást tudnak mutatni a kilátogatóknak. A Fanuc In-House Show-t először rendezzük meg ilyen formában, mert szakítottunk a hagyományos előadásos és prezentációs formátummal, és interaktív módon akarjuk bemutatni azt, hogy mire képes a Fanuc az automatizálás terén. Ennek elősegítésére olyan vendégkiállítókat hívtunk meg, akik ennek a sikerességéhez tudnak hozzájárulni.